Hegyezd a füled. Ez a Szapiencia Csíkszeredi karának podcast csatornája, ahol rendszeresen közérdekű és tudományos témákkal találkozhat. Köszöntjük a kedves hallgatókat. A mai beszélgetés témája a kortás magyar irodalom, Erdélyi gyökerű magyar irodalom, és ezen belül a fikció és referencialitás témáját fogjuk körüljárni Tompa Andrea műveiben. Én Tapodi Zsuzsa vagyok, a Szapiencia MT Tudományok Tanszékének a professzora és a beszélgető társam. Példner Judit vagyok, a, szintén a Szapiencia Erdélyi Tudományegyetem ö, oktatója. Ö, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Azért esett a választásunk Tompa Andrejára, mert olyan dolgokról ír, amelyek minnyájunkat érintenek kolozsvári születésű alkotó, Magyarországon él, Márai Sándor, Déri Tibor, Libri és Artis Just díjas írónő. Az első regénye az önéletrajzi ihletésű a Hóhérháza, Történetek az aranykorból, 2010-ben jelent meg, és ezzel elnyerte az Erdély Magyar Irodalmáért debüt díját. A következő kötetei a fejtől sláptól kettő orvos erdében 2013-ban jelent meg, Omerta hallgatások könyve 2017-ben, mindkettőben a közelebbi és távolabbi kolozsvári múlt eseményei jelennek meg, és a legfrissebb, a 2020-ban megjelent Haza című, a negyedik műnek a témája az otthon, otthontalanság, keresés dilemmája. Az a valóság, amiből ö, Tompa Andrea inspirálódik, tehát a mi valóságunk, és ennek az ábrázolásához teremt sajátos szimbólumokat, ö, egy egyéni nyelvezetet, és a fikció és referencialitás sajátos ötvözetét. Azt kérdezném tőled, Jutka, hogy mivel ugye mindketten olvastuk mind a négy regényt, melyik volt számodra a legnagyobb élményt nyújtó? Azt hiszem, hogy mindegyik a maga nemében nagyon nagy élmény volt. Hogyha választanom kell, akkor azt hiszem, hogy a, a hazát nevezném meg, mint ami a legnagyobb élményt nyújtott a számomra. Talán azért is, mert a legfrissebb élményem ez. azt a kérdé, tehát ugye, ahogy Zsuzsa, te is mondtad, az otthon, otthontalanság, otthonkeresés kérdés körét járja körül. Mit jelent az otthon? Mit jelent a haza? úgy teszi föl a kérdést, hogy az, az olvasó is érintve van, aki megy, aki elmegy, aki elment, aki elhagyta a hazáját, új hazát keresett, és az is, aki maradt. Ugyanakkor a személyes érintettség, az én személyes érintettségem mély is vált az olvasás során az, hogy mennyire személyes és interszubjektív egyszerre, számomra ez a jó könyv ismérve. És még azt említeném meg, hogy tulajdonképpen mindegyik Tompa Andrea regényt hosszú ideig olvastam, mert minden mondatnak súlya, nyomatéka van, minden mondat megköveteli, hogy időt szánjunk rá, és megemészszük, feldolgozzuk. És neked, Zsuzsa, melyik volt a legnagyobb élmény? Nehéz kérdés, az első és az utolsó, a hóhérháza és a haza, azért, mert ezek olyan korszakot idéznek meg, amiket én is átéltem, tehát személyes érintettségem van, személyes tapasztalatom van azokról a kérdésekről, amelyek itt megjelennek. Én is átéltem a diktatúrának a korát, a forradalom és a változás reményét, illetve hát szembesülnöm kell azzal, hogy a közép-kelet-európai, romániai és romániai magyar közösségek számára az egyik legégetőbb és legnagyobb kérdés ma az elvándorlásnak a a kérdése, és hogy ennek vannak a közösséget érintő vonatkozásai, és vannak az egyének sorsát, individualitását befolyásoló tényezői, akkor is, ha az ember marad, és akkor is, ha az ember elmegy, ahogyan mondtad. Ez a két regény, de a fejtől sláptól kettő orvos Erdében című is, és az Omerta is, Kolozsváron játszódik. És a Tompa Andrea legényei kapcsán volt egy olyan gondolatom, hogy lehetne velük olyasmit is tenni, amit Barcelonában láttam: hogy egy utazási iroda olyan programot hirdetett az olvasni szeretők számára, hogy egy helyi szerzőnek, Carlos Ruiz-Szafonnak a regény helyszíneit járták be együtt, és akkor mindig elolvasták azt a passzust, ami éppen ott játszódott. Tehát Tompa Andrea is, ugye ketten Kolozsváron végeztünk, és aki járt Kolozsváron, szereti Kolozsvárt, annak mond plusz információkat a Tompa a regényeknek a világa, mivel követni lehet a térben is azokat a mozgásokat, amiket a, a hősök tesznek, de annak a számára is nagyon érdekes lehet, aki nem jár Kolozsváron, és aki nem él Erdélyben, azok az olvasók is sokat tanulhatnak ezekből a regényekből, és élvezettel olvashatják őket. Egy érdekes aspektus az, hogy a, a Fejtős Láptólban, a Hóhérházában és az Omertában is név szerint megjelenik Kolozsvár. A, az utolsó regényben, a Haza címűben, aminek már a címe is ugye a Tompa Andrea olvasók számára hát felkelti ezt a, a képzetet, nem jelenik meg. Arra szeretnélek kérni, hogy arról beszélj egy kicsit, hogy hogyan látod a neveknek, a helyeknek, a személyeknek a szerepét, a hiányát, a jelentőségét a Tompa Andrea művekben. Nem csak a um, helyeknek hiányozhat a neve, Tompa Andrea regényeiben, hanem a szereplőknek is. Már a hóhírházában megfigyelhetjük, hogy a főhős nőnek nincsen neve, a körülötte lévő szereplőknek van. Hasonlóképpen a Fejtől Sláptól Kettő Orvos Erdélyben című regényben a két narrátor, a férfi és a női szereplőnek szintén nincsen neve, nem nevezik meg magukat, miközben magukról beszélnek. Az omertában jól meghatározott neveik vannak a beszélőknek, a szereplőknek, viszont ahogyan, olva, ahogyan elkezdjük olvasni a regényt, először elbizonytalanodunk, mert nem tudjuk megítélni a szereplőnek a nemét. És Hasonlóképpen a hazában, ahogy mondtad, Zsuzsa, a Kolozsvár, Budapest helynevek sem jelennek meg. Ezt az olvasó nyilván ki következteti, ki, ki tudja következtetni. A hazában a szerző úgy határozza meg magát, hogy I'm an author, angolul szerző vagyok. És azok a szereplők, akik hozzá közel állnak, a, a fiú, az apa, a festő, a tanítónő, szintén a név nélküliségben léteznek. Mit jelent a neveknek a hiánya? Gondolkodhatunk el, Tompa Andrea regényeinek olvastán, és érezhet, Érezhetjük, hogy ez egy közelséget jelent, tehát hogy azoknak hiányoznak a nevei, akik, akik valamiképpen a beszélőhöz közel állnak, ez egyfajta tiszteletadás is. Ugyanakkor annak is a jele, hogy amikor én, Magamról beszélek egy helyen, olvastam vagy hallottam Tomp Andreától a gondolatot, hogy amikor én magamról beszélek, akkor nem nevezem meg magam. Tehát van ez a magamról való beszélésnek a személyességét is jelzi. Ugyanakkor nagyon erőteljesen tematizálódik a regényekben a ki vagyok, a ki beszél kérdése. Az elbeszélőnek és a szerzőnek a viszonya. Megtanultuk irodalomelméletből a tételt, hogy a narrátor az sosem ugyanaz, mint a szerző. Mégis eljátszik Tompa Andrea ezzel a kapcsolattal, az önéletrajzi vonatkozásokkal, utal a, a szerző, Személyére, de mégis vissza is vonja ugyanakkor ezeket a e, referenciákat. Tehát ebben a e, referenciális és nem referenciális e, olvasat közötti köztességben e, hely, tudom elhelyezni a Tompa Andrea regényeinek a, az olvasatát, az élményét. És a Kolozsvára visszatérve, a, tehát a, felismerhetőek a helyszínek a hazában, a Kolozsvár, mint a gyermekkor helyszíne, Budapest, mint az új otthon helyszíne, de ebben a regényben a nevek minthogyha külsődlegesek, minthogyha másodlagosak lennének, és sokkal fontosabb a belső történés, a belső folyamatok, amik a két helyszín közötti ingázónak, két helyszín közötti helyet változtatónak a reflexió terét nyújtják. Ahogyan ugye elkezdtünk a regényekről beszélni, a narrátorokról, hangokról beszélünk, azt kérdezném meg tőled, Zsuzsa, hogy, hogy, hogyan, milyen narrátori struktúrákkal találkozunk Tompe Andrea regényeiben? Az első regényben, a Hóhérházában egy harmadik személyű narrációval találkozunk. A regényben egy család szemüvegén keresztül látjuk a dolgokat, egy elvált szülős család két lánya közül a kisebbik az, akit a főszereplőnek tekinthetünk, és az ő nézőpontjához közelít az a harmadik személyű narráció, ami itt megjelenik. Tehát az az érzésem volt, amikor a regényt olvastam, hogy ennek volt egy napló előzménye, és mintha a naplóban feljegyzett dolgok jelennének meg, egy kicsit eltávolítva a szöveget. Van egy nagyon erőteljes élőnyelvi hatása is ennek, és a, az a narrátori újdonsága ennek a regénynek, hogy minden fejezet egyetlen mondat, tehát hogy nincsen tagolva a, a szöveg de az olvasó mégis tagolja, és ezáltal is, amit mondtál, hogy megdolgoztatja a Tompa Andrea regény mindig a befogadót, már az első regénnyel is így van, hogy, hogy tagolnunk kell a szöveget, és értelmeznünk kell. Én úgy érzékeltem, hogy ez egy női szöveg. Alapvetően, tehát hogy benne van a szövegben, mert hogy mondták más olvasók, amikor beszélgettünk erről a regényről, hogy őket zavarta ez az eljárás, hogy egy, egy fejezet, egy mondat. És mondtam, hogy hát én ezt észrevételeztem az első fejezet kapcsán, és utána teljesen eltekintettem tőle, teljesen természetesnek hatott és hogy valószínűleg van egy olyan magyarázata is, hogy én is így beszélek. Tehát, hogy folyik minden, folyik, 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 és hogy, hogy ezt a, az élőbeszéd szerűséget, vagy a gondolatoknak ezt az áramlását fejezi ki talán ez a, az eljárás. A, a fejtősláptól Kettő Orvos Erdélyben még hangsúlyozottabban naplószerű, ha bár azt mondja a regény végén az egyik mesélő, hogy nincs napló, és nem is volt, és nem fogják a naplókat kicserélni, de hát tapasztalhatta az olvasó, hogy többször is félrevezeti, vagy nem mond igazat, vagy elhallgat dolgokat ez a narrátor, tehát... Elképzelhető, hogy mégiscsak voltak naplók, ugyanis nagyon személyes és vallomásos hangot hallunk. Két fiatalét, két egyetemistájét, akik Kolozsváron találkoznak orvostanhallgatóként az egyetemen. Az ő nézőpontjukból láttunk rá a 20. század legelejének a kolozsvári polgári életére és látjuk azt, hogy mind megy keresztül ez a generáció, a világháború és az impérium váltás következtében. Azt mondhatnánk, hogy párhuzamosak ezek a beszédek, tehát váltakozik, hol az egyik beszél, hol a másik beszél, és meglehetősen egyformán beszélnek, tehát mivel ugyanazok a dolgok érdeklik őket, mondjuk a... a fürdőknek a helyzete, meg ugyanazok az orvosi problémák, meg ugyanazok a világnézeti problémák érdeklik őket. Ezért hát eléggé hasonlóan beszélnek, és mivel ugye nem használnak nevet, tehát az olvasót itt az készteti különleges figyelemre, hogy rájöjjön, hogy most éppen ki beszél, tehát hogy kit kell elképzelni, egy férfi arcot vagy egy nő arcot kell elképzelni a, a szöveg mögött és azt írtam én fel magamnak a regény kapcsán, hogy a párhuzamosok a végtelenben találkoznak, tehát, hogy egy ideig párhuzamosan futnak ezek a szólamok, és hogy az a tragédia, az a kollektív tragédia az erdély magyarságé, amit megjelenik, és amit ugye trianon traumának szoktak nevezni, az úgy oldódik egy kicsit, hogy a, ezek a hősök, akik kerülgetik egymást végig a, a szövegben, tehát hogy találkoznak, de a egymásra találás az viszonylag későn következik be, és a végső egymásra találás az pedig a regénynek a legvégén, és ezt kifejezi az, hogy megváltozik, elkezdenek több szám első szemében beszélni, tehát az én helyett ami jelenik meg az omerta négy sorsot állít fókuszba, egy férfi és a, a körülötte lévő nőknek a sorsa jelenik meg, úgyhogy minnyáján mesélnek. Tehát egyes szám első személyű narrációval van dolgunk itt is, tehát ismétlődik az, ami a fejtős láptólban megjelent, tehát az az eljárás. Más nyelven beszélnek, tehát a fejtős láptólban egy, az én véleményem szerint egy kicsit túlságosan is arhaikus nyelven beszélnek. A, tehát a 20. század elején az omerta az, az alcíme, hogy Hallgatások könyve, és itt valóban nagy szerepet kap az is, hogy mit hallgatnak el a hősök, és ez pedig az 50-es években játszódik, tehát egy másik traumatikus korszakot dolgoz fel itt az írónő, amikor kiépülnek a, hát a, a kommunista rendszer és a szocialista tulajdon, és a kolozsvári mikrotörténelemben a hóstát, ami itt felszámolódik. És a harmadik regényben visszatér az elsőhöz hasonló, tehát harmadik személyű narráció, mint az első regényben, de a nézőpont az nagyon közeli az első regénybeli eljáráshoz hasonlóan, tehát a főszereplőnek a nézőpontjához közel álló, harmadik személyű narrátor van. Említetted azt, hogy hogy a, az Omertában a regény elején nem lehet tudni, hogy ki is az, aki beszél, hogy férfi-e vagy nő. Én ugy, ugyanígy jártam a Hazacímű regényjel is, hogy több tíz oldal elt azt, azt kiderült, hogy egy író áll a középpontban, aki érettségi találkozóra fog utazni egy másik városból haza, és a repülőtéren vár osztálytársakat, hogy majd hazavigye őket, és akkor egyszer ebben az ilyen tudatfolyamszerű szövegben, egyszer csak megjelent egy olyan emlék, hogy valaki autogramot kér az írónőtől, és akkor esett le nekem a tantusz, hogy hoppá, hát akkor egy nőt kell elképzelni itt, és akkor rögtön be is indult egyféle referencialitás, tehát, hogy akkor már elkezdtem hát a Tompa Andrea személyére vonatkoztatni a regényben talált információkat, és, és, akkor indult el az, hogy Budapest lesz az a város, ahonnan indul, és, és Kolozsvárra kell érkeznie. Azt kérdezném, hogy te hogyan látod ezeknek a narrátori nézőpontoknak a szerepét és a jelentőségét? Aha. Az egyik a kritikának a címe, amely a Fejtől sláptól című regényről íródott, így hangzik, a párhuzamosok a véletlenben találkoznak. <laughs> Tehát nem csak a történelmi kataklizmák határozzák meg a főhősök életét, hanem a véletlenek is. A véletlen egybeesések az, ahogyan elkerülik egymást, és végül hosszas távollét után ismét összetalálkoznak. Azt találom érdekesnek a narratív nézőpontokkal kapcsolatban, hogy az első és a negyedik regényt tekinthetjük a legszemélyesebbnek, vagy a leginkább autobiografikusnak, és ezekben a regényekben egyes szám harmadik személyű elbeszélővel találkozunk, míg a második és a harmadik regényben, a fejtől és láptól, illetve az Omerta című regényekben a szereplők, a narrátori szólamok egyes szám első személyű szólamok. Tehát felfedezhető itt egy érdekes játék a, a saját hangnak és a másik hangnak a viszonyával, azt tartom még nagyon érdekesnek, hogy olyan szereplők mesélnek egyes szem első személyben az életükről, akik különben nem írnának. A Fejtől és Lábtól című regény a főhősnője említi is egy alkalommal, hogy ő nem, neki nem gyakorlata az írás. Illetve akik azok a szereplők, akik írnak, tehát a hóhérházának a, a, az olimpiákat nyert ö, szereplője, ö, illetve a ö, haza írónője, ők közvetettebb módon ö, beszélnek magukról. Tehát a, itt a rejtőzködésnek és a feltárulkozásnak érdekes áttételes egymásba fordulásai figyelhetők meg. Hogyan oldódik a feszültség, hogyan teremtődik a feszültség az élő beszéd és az írott beszéd között ezekben a tudat folyamokban. Azt is szeretném megemlíteni a narrátori nézőpontok kapcsán, hogy hogy ugyanaz a történet, ugyanaz az esemény, több szereplő nézőpontjából is elmesélődik. Mindenkinek megvan a maga igazsága. És az válik kérdésé, hogy hogyan viszonyulnak ezek az igazságok egymáshoz, hogyan konfrontálódnak egymással, hogyan mondanak ellent ezek a partikuláris, személyes igazságtöredékek, igazságmozaikok. Tehát egy nagyon összetett viszonyról van szó, ahogyan ezek a szólamok, hangok összehangzanak, széthangzanak, ahogyan a kimondás kihívásaival szembesülnek, ahogyan elhallgatnak, ahogyan elbeszélnek egymás mellett ezek a szereplők. És mindezeknek a szólamoknak a, a hátterében, ahogy ugye már többször is említetted, Zsuzsa, ott vannak a, a nagy történelmi mozgás folyamatok. Erről szeretnélek kérdezni, hogy uh, hogyan látod, uh, milyen uh, az egyén, illetve a közösség sorsát érintő kérdések jelennek meg ezekben a művekben. Hát azért is nagyon érdekesek a Tompa Andrea regényei, mert hogy uh, most már látjuk azt, hogy a négy regényben az elmúlt száz évnek a történelme e, íródik meg. A, a hóhérházában tehát a Ceausescu diktatúra legsötétebb utolsó periódusa, méghozzá egy formálódó személyiségnek a, a nézőpontjából, e, aki most tanulja a világot, e, és ebbe a, a tapasztalatszerzésbe beépül, a, az előző generációknak a tapasztalatai is, és azt, hogy ebbe, ebbe a diktatúrába bele lehet halni, azt az jelzi, hogy az apa ebben a történetben lesz öngyilkos, és hogy pont ez a kicsi lány, aki vélhetőleg az apához érzelmileg közelebb áll, vagy a legközelebb áll a családtagok közül, ő fogja megtalálni az apát, és a, tehát, hogy, hogy vannak nagyon erőteljes, személyes veszteségek is mindegyik regényben, és hát persze képet kapunk arról, hogy, hogy hideg van, hogy a színházban, kabádban ülnek, hogy a hangversenyen a, a a zenészek kabátban játszanak, és hogy arra gondol a, ez a leány, aki ott ül a nézőtére, hogy, hogy, hogy is bírnak játszani, hogy, hogy fokozatosan számolják fel a magyar intézményeket, tehát hogy csökkentik a helyeket az iskolában, hogy nem lehet kapni szinte semmit, tehát, hogy hiányzik a vatta, hogy hiányzik a kávé, hogy, hogy, tehát, hogy egy nagyon van az anyagiaknak és a lehetőségeknek is egy ilyen nagyon fokozatos beszűkülése, és akkor a regény legelső lapjain és a végén jelennek meg képek a forradalomból, de hát az első lapokon is az van, hogy kint van a téren, a Kolozsvár főterén, és hogy lőnek tehát hogy, hogy szalad be az anya munkahelyére ez a lány, és hogy ahogy beveszi a kanyart, a háta mögött a főtéren lőnek, tehát hogy ezeknek a véres eseményeknek mi a közvetlen előzménye, arra világít rá ez a regény. A fejtős láptól ugye szintén kollektív traumát beszél el, tehát van egy, 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 képe annak, hogy a 20. század elején mennyire virágzó szellemi élet, milyen pesgés van Kolozsváron, ugye szintén fiatalok a hősök. A, igazából tudjuk azt a Tompa Andrea vallomásaiból is, hogy ez a nagy szülőknek a portréja, akiket ő nem ismert. Tehát, hogy itt azért a fikciónak is nagy szerepe volt, mert hogy valóban nem maradtak naplók, de hogy, hogy elképzelte azt. Más dokumentumok alapján említettük azt, hogy nagyon dokumentáltak a, a Tompa Andrea regényei tehát azt, hogy hogy mi mindenben vehetett részt egy olyan fiatal, aki a Erdély vidéki városaiból kerül fel Kolozsvárra, egy frissen indított egyetemre, hogy milyen a színház, hogy milyen lehetőségei vannak a művelődésre és az önművelésre egy fiatalnak, és akkor ezt vágja el az első világháború, és fordítja ki a, az ígéretes jövőket is. Ugye sebésznek, nagyon tehetséges sebésznek indul a, a férfi hős, és a háborúban van is alkalma, hogy gyakoroljon élőben, de amikor a háború után ugye, hát berendezkedik a román hatalom, akkor ugye a magyar tanárok azok elmennek, vagy van olyan, aki öngyilkos lesz, vagy magánpraxist folytatnak, tehát nincs lehetősége arra, hogy ő ott a sebészeti tanszéken tanársegéd lehessen, és hát el fog menni vidékre fürtőorvosnak a családi birtokra. Az Omertában pedig a hóstáti földésztársadalomnak a felszámolásáról kapunk képet, illetve ugye az egyéni sorsokon keresztül arról, hogy, hogy voltak olyanok, akik hát azonosultak ezzel a kommunista eszmerendszerrel, és hogy hogy kellett egyre több és több kompromisszumot kötniük, és hogyan csúsztak át a magyar közösség, aki szolgáltatott magyar közösség oldaláról, milyen öncsalások árán a, a hatalmon lévőknek a, az oldalára. És itt is látunk intézmény felszámolást, mert hogy az egyik mesélő az egy apáca, aki börtönbe kerül, mert hát a rendet feloszlatták, és hogy mi történik akkor a a börtönben, és mi történik akkor, amikor kikerül a börtönből. Tehát, hogy látjuk egy adott korszakban a privilegizáltaknak a nézőpontjából, ahogy mondtad, hogy ezek nagyon érdekesek, ezek a nézőpontok, ahogy ugyanazt a Történetet, vagy ugyanannak a nagy történetnek a különböző aspektusait világítják meg. Tehát látjuk azt, hogy a privilegizáltak és azok, akik vesztesei ennek a folyamatnak, hogyan látnak rá ugyanarra a dologra. És a hazában pedig ott egy egész sors kavalkád van azoknak, akik 30 tehát egy 30 éves érettségi találkozóra térnek vissza, és ahogyan a, a rendszerváltás után, tehát tulajdonképpen ott folytatja, ahol a annak a cselekménye abba maradt, mert hogy azzal fejeződik be a hóhérháza, hogy most már akár útlevelük is lehet, és oda mehetnek, ahová akarnak, és a a főszereplő a hazában pedig felidézi azt, hogy rögtön, ahogy lehetősége volt, akkor fogta az útlevelét és ment. Tehát, hogy, hogy ez a rettenetes bezártság, ez generált egy olyan vágyat mindenkibe, hogy menjen és, és meneküljön, és voltak, akik, akik maradtak. Most, hogyha a veszteségekről beszélünk, akkor el kell, hogy mondjam, hogy számomra a legmegrázóbb, a Haza című regényből az az epizód volt, hogy meglátogatja a főszereplő, az idős tanítónőt, akihez különösebben jó élmények sem kötik, mert hogy arra emlékszik, hogy egyszer megpofozta, és hogy nagyon szigorú volt ez a tanítónő. De hogy abban a helyzetben, amilyenben most látja, hát megfordulnak a szerepek, mert a tanítónő lesz egy kiszolgáltatott úgy tűnik, hogy, hogy Alzheimer kóros, tehát hogy nem emlékszik arra, nem mindig ismeri fel a saját lányát, vagy ennek a, az írónőnek hiszi azt, hogy ő a lánya, és együtt elmennek sétálni. Tehát a tanítónő az, aki végig ebben a városban, tehát beazonosítjuk Kolozsvárral, ebben a városban élte le az életét, de el kellett költöznie abból a házból, abból a negyedből, ahol korábban élt, és hogy amikor sétálnak a főszereplőnővel, akkor találkoznak egy másik volt osztáltásnővel, beszélgetnek vele a parkban, és a tanítónő azt kérdezi, hogy szabad itt magyarul beszélni? Tehát, hogy megmarad benne annak az emléke, hogy voltak olyan korszakok, amikor veszélyes volt az, hogyha ez nyíltan kiderült, hogy hogy valaki magyarul beszél, itt megint csak abszolút személyes emlékemre hivatkozhatom, hogy egyetemista koromban a 80-as évek derekán nem igen hallottam magyar szót a sajátunkon kívül, Kolozsvárnak az utcáin, és például tudtam azt, hogy a trafikosok azok magyarok, és amikor bementem és magyarul kértem, akkor mindig az volt a válasz, hogy honnan tetszett érkezni. Tehát, hogy fel sem tételezték azt, hogy romániai magyar az merjen magyarul beszélni, mert nem az volt a tapasztalat. Visszatérve a, a Tompa Andrea regényre, tehát ez a tanítónéni úgy veszíti el a hazáját, és vele együtt kopik el az identitása, hogy ki sem mozdult otthonról, tehát, hogy a hazát azt úgy is el lehet veszíteni, hogy az ember otthon marad, nem csak úgy, hogyha elmegy a szülőföldjéről, tehát ezt én egy, egy nagyon engem nagyon megmozgató epizódnak találtam ebből a regényből, van még más is ilyen és hasonló. Tehát kollektív traumák jelennek meg, és nagyon izgalmas az, ahogy a regényekben a fikció és a, a referencialitás, a dokumentumszerű keveredik és arra kérlek, hogy akkor erre a gondolataidat fogalmaz meg ezzel kapcsolatban, erre reflektálva. Tehát mindegyik regény egyben korrajz, amelynek a megrajzolását alapos kutató munka előzte meg, és ennek az alapos kutatómunkának köszönhetően nagyon hiteles a kép, Például a Fejtől Sláptól című regényben az első világháború előtti polgári világ virágzásának lehetünk szemtanúi, ahogyan fejlődik a művelődési élet, az önszerveződés, a diák élet, az orvostudomány, a fürdők állapota, és ugye, ahogy te is mondtad, Zsuzsa, ez ezt töri, háborúkat a háború kataklizmája. Ahogyan az intézmények sorsán keresztül rálátás nyílik a történelem nagyobb mozgás folyamataira, illusztratív példa a Színház intézményének a példája, amely a Fejtől, Sláptólban, illetve a Hóhérházában is megjelenik. A fejtől, és ahogyan összefonódnak a, a személyes sorsok a nagy, nagy történelmi eseményekkel, a, a férfi szereplő, aki ideggyógyász, a, a történetnek egy adott pontján színészeket kezel, színészek vannak a betegei között, többek között az a Janovics is, a, akit ő maga. Ö, tesz egy napra olyanná, hogy az őrültség szimptomáit mutassa, és ne tudjon aláírni, amikor becitálják a rendőrségre 1919-ben, amikor a román hatalom átveszi a színházat. A Hóhérházában pedig utalás történik arra, hogy 1919-ben az utolsó előadás, amely a Hamlet volt, abba marad, és 1941-ben, amikor újra megnyílik a színház, akkor ott folytatódik a Hamlet előadás, ahol 1919-ben abba maradt. Tehát kisebb- nagyobb mozaik képek, mozaik kockák, amik, amikből a korrajz nagyon-nagyon hitelesen megrajzolódik, tehát uh, hogyan hat uh, mindez az olvasatunkra? Tehát a társadalmi folyamatok nagyon is úgy voltak, és uh, ennek következtében uh, kialakul egy olyan olvasói reflex bennünk, hogy a magánéleti részeket is uh, a dokumentáris hűség lenyomataként olvassuk, um, hogy ezek is ugyanolyan módon hitelesek mint a, mint a történelmi eseményekre való utalások. Itt megint a játéknak és az elbizonytalanításnak az eldönthetetlenségeknek lehetünk részesei. Ahogyan már ugye szó volt többször is az önéletrajzi vonatkozásokról, illetve az ezeket lebegtető, elbizonytalanító technikáktól. Tehát Fikció és dokumentum viszonya bonyolult, ambivalens és nagyon izgalmas a regényekben. Arra is ösztönöztem, Andrea, hogy, hogy reflektáljunk arra, hogy, hogy mi az, hogy fikció, hogy, hogy tulajdonképpen olyan személyes sorsokat ábrázol, amelyeken keresztül a fikció is dokumentáris erővel hat. Arra kérdeznék rá, Zsuzsa, hogy milyen átjárások, milyen kapcsolatok teremtődnek a regények között. Tehát egy nagyon gazdag, belső intratextuális utalás rendszer épül ki a regények között. Mindegyik regénynek van egy saját uh, szimbólumrendszere. Az elsőben ugye a Hóhérháza, uh, ami egy konkrét kolozsvári épület is a, a Petőfi utcában. Uh, éppen most van zajlik körülötte egy cirkusz, mert a uh, bukaresti Engedélyezéssel a várost megkerülve a szomszédságába odaépítettek egy monstrumot, és azzal tönkretették a ennek a történelmi város tartozó épületnek a környezetét, de természetesen úttal Csáuseszkóra is, mint a főhóhérra és arra a nagy fehérházra, amit kényszermunkában kell építeniük az embereknek a 80-as évek második felében az anyának a figurája, az apának, a színháznak, mert hogy ugye színjátszók körre jár az iskolának, az iskolák, a továbbtanulás kérdésének. A Feltős láptólban ilyen motivumok, a víz, a fürdőkultúra, a test, ...nek, ugye figyelik magukat állandóan a, ezek az orvostanhallgatók, Az útonlevés, tehát hogy utaznak, és a, ugye a, a végső egymásra találás is, az, az egy úton történik, Kolozsvártól Budapestre tartó úton, tehát már együtt érkeznek meg, ott történik meg a felismerés, de az, az is egy nagyon plastikus kép, ahogy a... A medika utazik Erdében és felkeresi a fontosabb fürdőket és leírja, tehát a korabeli erdélyi szórakozási, gyógyulási lehetőségeket is ennek kapcsán. Az, az omertában, például ilyen a rózsa vagy a hallgatásnak a motivuma, a, a hazában pedig a, a ház, ami ugye etimológiailag is összefügg a hazával, az apa, anya, gyerek kapcsolat. Most a nagyon érdekes, hogyha az ember elolvassa az összes regényt, akkor felfedezi azt, hogy hogy vannak olyan motivumok, amik ismétlődnek, vagy mintha tovább gondolná ugyanaz a, a szerző az egyikben megjelent motivumnak a szerepét, vagy folytatná azokat, ilyen például az identitás kiépülése, az iskolák szerepe, tehát a hóhérháza a fejtős láptól és a hazában, az utazás a fejtős láptólban és a hazában, a nyelv is sok színűség, tehát hogy ez nem is annyira motivum, hanem megjelenik ugye textuálisan, tehát vannak román nyelvű betétek, vagy zsidó nyelvi betétek a hóhérházában, illetve a hazában sok az angol szöveg, az tehát gazdagítja a mondjuk románt nem emlékszem hogy találtam volna benne tehát hogy tágul ez a a a többnyelvűségi perspektíva a amivel ugye teremt egy, egy nyelvi hátteret, keretet is. Bizonyos szereplők felbukkannak több regényben is, például az apai nagymama megjelenik a hóhérházában egy meglehetősen negatív szereplőként, és a, a fejtől sláptólban látjuk ugyanannak a, a nőnek a fiatalkori égnyét, és kapunk egyféle magyarázatot arra, hogy miért lett ő olyan, milyen ö, személyes ö, élmények, és milyen nagy történelmi változások folytán vált egy olyan merev, elutasító valakivé, ami ennek a hóhérházában láttuk. Az apa halála, ennek a motivuma, az apa szenvedése megjelenik a hóhérházában, ugye maga a halál, és megjelenik a hazában, ahol a hősnő elmegy a fővárosba, és kikéri az apa lehallgatási dossziéját, és azt elemezve rekonstruálja az apa életének az utolsó periódusát. Megjelenik az elhallgatás motivuma a fejtős láptólban. Ugye mindenféléről mesél a medika, a hősnő arról, hogy milyen arckifejezést kell, hogyan kell lágyítani a vonásokat, hogyha az ember fényképészhez megy, vagy hogy milyen sportolási lehetőségek vannak a diákoknak, milyen vitakörre jár a nyomor negyedben hogyan lehet gyógyítani. Tehát egy rendkívül színes és pazar a korszakról, de a legjobban őt testileg is érintő és lelkileg is érintő traumáról, arról, hogy amikor a férfi narrátor háborúba, tehát a frontra kell, hogy menjen, akkor találkoznak a kórházban, egymásra találnak, és ennek az egymásra találásnak az lesz a következménye, hogy, hogy terhes lesz a medika, és mivel magában van, az sem tudja, hogy éle a férfi, vagy ha le, ezért elveteti a gyereket, és hogy ez csak a regénynek a végén derül ki, pedig időrendi sorrendben korábban következett be, és ezt elhallgatta. Az omertában ugye mindegyik szereplő valamilyen belső indítatásból, de sokszor ugye külső hatalmi elvárásra hallgat, hallgatja el azokat a dolgokat, amik pedig fontosak az élete szempontjából. Tehát megint csak az Omertában van egy olyan jelenet, hogy a kijönnek a börtönből az apácák, figyeli őket, amikor találkoznak a mátyás szobor mellett a főtéren, leülnek a padra, és látják, hogy a szomszéd padon ott ül egy spicli, ezért nem szólnak egy szót sem, hanem egymás mellett a padon lent a börtönben megtanult morzéjelet. Kell beszélgetnek, és nagyokat kacagnak, mert hogy látják a spiclinek az értetlen arcát, hogy ők nem beszélgetnek, ülnek egymás mellett, de hogy néha felkacagnak. Tehát, hogy ez a hallgatás megjelenik ugye motivum, motivikusan is, vagy megint egy ilyen összekötő motivum az, hogy az apa egy hóstáti házban hal meg a hóhérházában, és a ugye az omertában pedig felszámolják a, a hóstátot vagy említettem már ugye, hogy a hóhérházának az a vége, hogy most szabadon utazhatsz, és a haza pedig így kezdődik, vagy ezt járja körül, hogy az elutazás az jelente visszatérést. Tehát transgenerációs traumák jelennek meg, a trauma átörökítése, most hogyha lenne alkalmunk arra, hogy minden regényről külön beszélgetést folytat, Hasunk, akkor akkor nagyon érdekes lenne például ezt végignézni, hogy a, a nagymama és a fia, a fia és a lánya, a fiúnak a lánya viszonya, vagy a lány és a az ő fiának a viszonya, tehát hogy ezek a nagyon szoros családi kötelékek hogyan alakulnak, és hogy mennyi traumát hordoznak, illetve hogy hogyan próbálják felszámolni ezeket a traumákat. Végül azt szeretném kérdezni, hogy miben látod a Tompa Andrea írásmódjának az egyediségét? Van egyedi számomra a Tompa Andrea, hogyan nyelvet, nyelveket teremt, ahogyan hangot ad olyanoknak akik eltűntek a történelem mindent felörlő gépezetében a nagy történelem lebomlik a kisemberek személyes történetére a személyes ö, sorsokban generációkban hogyan hagytak nyomot a történelem traumái tehát megteremti ezeknek a szereplőknek a hangját, közel hozza őket, konstruált, rekonstruált vagy konstruált nyelv és nyelvi regiszterek és stílusok révén. Azt tapasztaltam, hogy, hogy hatalmas munka van ezekben a regényekben, és ezeknek a regényeknek az elolvasása szintén azt az ösztönzést ébreszti az olvasóban, hogy ő is egy hasonló, hatalmas kutató munkára vállalkozzon, kutasson a 20. század történetében a saját személyes és saját családjának a történetében. Nagyon erőteljesen szembesítenek ezek a regények a múlttal, hitelesen, a személyes élettapasztalatokon keresztül, és ezek a szereplők belülről élik meg a történelmi eseményeket. Mindez egy nagyon árnyalt, nagyon hiteles képet eredményez, és ugyanakkor nagyon otthonossá is válnak ezek a regényvilágok. És számodra én úgy tapasztaltam, hogy végső soron mindegyik regénye Tompa Andrájának valamilyen vesztességről szól, és valamilyen vesztesség feloldásáról. Tehát kísérlet arra, hogy hogyan lehet feloldani. A hóhérházában az a személyes trauma, hogy az apa meghal, erőszakos halállal. Ez ennek egy párhuzama az, hogy a forradalom elsöpri a diktatórát, de az egy lehetőség is, egy nyitás, tehát valami pozitív dologgal zárul a, a regény. A fejtől, sláptólban el, elvész a haza. Elvesznek az intézmények, de legalább a két beszélő, a két mesélő egymásra talál, tehát a magánélet szintjén van egyféle kiegyenlítődés és továbbvitel. Az Omertában elvész egy közösség, szétverik, de a főszereplők valahogyan átvészelik sérülések árán, de ugye van egy kisfiú, van egy gyerek, tehát van egyféle folytatás a haza pedig ki is fejezi ezt még, még ábrával is, hogy egy kapu bezárul, de kinyílik egy másik. Tehát, hogy minden veszteséges állapot után nyílik egy lehetőség valami másra, és akkor ott kell megtalálni a folytatást, és szépen szimbolikusan fejeződik be ez az utolsó regény, azzal, hogy hazaér a találkozó után a hősnő, és ott várja már az édesanyja, akit kitelepített maga után, és ott várja a fia, tehát, hogy oda viszi az elődöt is, és ott van a folytatás is, és ott van a haza, ahol... Ez a szűk közösség, szeretetteljes közösség várja. Nagyon sokat lehetne még ezekről a regényekről beszélni. Remélem, hogy sikerült felkeltenünk a kedves hallgatóknak a figyelmét, és köszönjük, hogy meghallgattak. Jó olvasást kívánunk, szép könyvélményeket. Az írásban, az olvasásban van a haza. Köszönjük szépen, hogy meghallgattak. Thank you